Sziasztok! Sziasztok! Egy új videó sorozattal indulunk, amiben szeretnénk bemutatni nektek a HALN vendor független onukat, és azoknak talán mondhatom különlegesebb funkcióit. Az első epizódban Dáviddal szeretnénk a gyártófüggetlenségről, mint jelenségről beszélgetni egy kicsit. Hol is kezdjük? Miért, miből indult el ez a gyártófüggetlenség? Ugye egy GPON OLT ONU mindig is úgy működött, hogy amilyen OLT-t vettünk, ugyanannak a gyártnak az ONU-it kellett használjuk. Nagy szolgáltatók, mint az Orange, ezt megelégelték, pontosabban nekik befolyt egy olyan beszállítási policy, hogy biztonsági okokból minden eszközre kettő, vagy legalább kettő beszállítóval kellett rendelkezni. Na jó, de hát ez egy GPON ONU-nál nem éppen egy kellemes dolog, hogy van A beszállítom, B beszállítom, és mindegyikhez a megfelelő onuk. És területen ez hogy osztod el? Ha valami gond van, csak az A beszállító eszközét lehet használni azon a területen, ahol az A beszállító korábbi eszköze volt. Ez gond volt. Ezért elkezdték abba az irányba vinni a tendereztetést, hogy olyan feltételeket szabtak a tendereken induló szolgáltatóknak, mint például, hogy az OLT gyártója az le kell nyilatkozni, hogy semmilyen rejtett vagy publikus módon nem fogja korlátozni valamilyen harmadik gyártó által gyártott végberendezések onuk használatát, hogy az OLT minden funkcionalitást tartalmaz az ár, tehát nincsenek licenszekbe rejtve funkciók, hogy az SNMP műveket kiadják publikusan az összeset, és hogy az új firmware-ben sem kerül el semmilyen korlátozás erre való tekintettel. Nyilván az OLT gyártók nem akartak elesni nagy szolgáltatók üzletétől, ezért ebbe belementek, és a mai napig ez működik. Sőt, ez olyan szinten működik, hogy vannak országok, ahol nem is adnak el gyártó specifikus onukat. Egyszerűen sokszor az árazás miatt. De igazából meg szerintem ez egy teljesen várható lépés volt a gyártók részéről, hiszen ahogyan megnézzük a telefonokat is, még a régebbieknél ugye fontosan az volt, hogy csak az adott szolgáltatónak a Simlock, igen, a kedvencünk, igen. Igen. Sajnos ez a mai világban ez nem egy járható történet, illetve marketing szempontból sem lehet ezt az éles stílus fenntartani. Ezért a Hajni is úgy döntött, pontosabban a Fibrin, hogy létrehozzák ugye ezt a Hajni brandet, és kompatibilitásokat kerestek más gyártókkal, illetve szerződések történtek itt a háttérben. Sikerült a Huawei-jel, a Dashan-nal, az XL-lel, a Fiberhome-mal, Altice-szal, Ricecom-mal, Calix-szel, és egyre bővülő cégekkel szerződéseket kötni, illetve nem csak szerződéseket, hanem megállapodásokat is minden mellett, aminek köszönhetően ugye így van, tehát ezek hivatalosan együttműködések, minden. Tehát ez nem fű alatt legyártott kompatibilitások, hanem ott áll nekik a laborban minden gyártónak 1-2-3 OLT modellje, és ezek hivatalos frissítések. Miért is érdemes ebben gondolkozni? Most képzeljétek el azt a helyzetet, hogy vesztek, ugye mi beszéltünk egy OLT-t, és utána nem tudtok szabadulni tőle. Van még 3-4-5 ezer onó a hálózatban, az OLT gyártójelényben később olyan árat diktál nektek, amilyet akar. Nem tudtok tőle szabadulni, hiszen ott van nagyon sok berendezés, amit le kéne azonnal egy adott pillanatban cserélni, ha OLT beszállítót váltasz. Erre itt van a legjobb példának az egyik partnerünk. Bevásárolt az egyik OLT-ből hozzá onukat, majd rá egy évre bejelentette a gyártó, hogy nem támogatja tovább az OLT-t, nem fog ráérkezni több firmware, és nem is lehet már kapni, ugye az értékesítést is kivették, később ki fog fogyni. Teljes mértékben az OLT-t, így hogyha a OLT meghibásodik, akkor nagyon nem tud mit csinálni, és sokkal drágább is korszerűbbre tudja cserélni, viszont az ár is az hatalmas a kettő között. Viszont ebből a szempontból, ugye, hogyha hajni eszközök lennének kint onuként mindenhol, akkor teljesen mindegy, hogy melyik gyártónak az OLT-t rakja ki. Így van. Kicserili az OLT-t, és azonnal följelentkeznek rá az új onuk, és, vagy a régi onuk, és új OLT-vel tökéletesen működik a hálózat. Na most gondolj bele, mekkora érvágás egy cégnek az, amikor kim van több száz ügyfélnél az onu, és akkor végig kell járni több ezer ráadásul. És végig kell járni az összes ügyfelet, és mindenkinél lecserélgetni. Így van. Ráadásul, hogyha megnézzük egy hálózatban az OLT onu értéket, akkor az OLT az 10-pár százalékot fog kiadni arányaiban az egész beruházásból, tehát az ONU az valójában, amit jól meg kell válogatni, és hogyha megvan, hogy milyen ONU-t akartok használni, most a független ONU-król beszélünk, nem csak a HALN gyártóját, akkor utána érdemes megkérdezni a gyártót, az ONU gyártóját, hogy milyen OLT-t ajánl hozzá.
és ez az igazi, megfordult irány most az új trendekben. A hajni az mit ajánl amúgy, főleg? A hálnő az daszant, leginkább azért, mert a Fibrén ugye az európai daszant disztribútor, de ez nem jelenti azt, hogy csak daszant működne. Azzal van a legnagyobb tapasztalatuk, de amiket az előbb felsoroltál modelleket, vagy gyártókat, azok közül nagyon sok modellel működik, és ez a kompatibilitási lista, amit a hálnő oldalán megtaláltok, linket majd megtaláljátok, az folyamatosan bővül. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy egy Zyxel OLT-vel működik, az nem jelenti, hogy az összes Zyxel OLT-vel működik, meg kell nézni, mely típusú OLT-kkel működik már, és hogy esetleg a ti OLT-tek nincs a listán, akkor forduljatok hozzánk, és akkor be fog kerülni. Ez ennyi. Fordultak hozzánk már ügyfelek kérdéssel, hogy ez azt jelenti, hogy akkor az adott HALNEON-ra föl kell rakni mondjuk egy Zyxel vagy Huawei firmware-t, és akkor úgy fog-e működni. De nem, erről szó sincs, erről te többet tudsz mesélni. Igen, ezt már tőlem is többen kérdezték. Hála Istennek ugye a protokollok alapján a Hajni megoldotta az OLT-k közötti cseréket úgy, hogy kvázi firmware-ezés, újraindítás, bármilyen beavatkozás nélkül működik a történet. Akkor, hogy a videón is láthatjátok, több gyártó OLT-jét összerakták egy hálózatra, ami mellett van egy PC, illetve egy stream, amin egy adás folyik. Amit láthatunk konkrétan az, hogy a Hajni beavatkozás nélkül OLT-ről OLT-re vándorolva újra és újra csatlakozik az adaptív ONCI-nak köszönhetően. Ugye ez az ONT Management Control Interface. Ez végzi el azt igazából, hogy ahogyan beszéltünk róla, nem kell újraindítani hozzá az eszközt. Így, hogyha bármilyen probléma keletkezik a hálózaton, vagy szimplán csak le akarjuk cserélni egy újabbra, akkor csak kiveszük az OLT-t, átdugjuk az optikánkat, és ugyanúgy visszajön a hálózat teljes mértékben. Ennek logisztikai előnye is vannak, mert esetleg ha át is vettél más szolgáltatóktól hálózatokat, nem fogsz OLT-ket cserélgetni egy halom pénzért, viszont neked van egy bevált független ONU gyártód, vagy beszállítód, akkor egy készletről tudod az összes területen elévő összes OLT-hez biztosítani az eszközöket. Főleg a mai időkben, amikor több tíz hetet kell várni az utánpótlásra. Ahogy úgy is működik, hogy a jelenlegi ONU rendszer mellé be tudod rakni a hajnikat. Természetesen. Hogyne. Bővíthetőségként. Azért HALNEON-ukban több extra funkció van, mint a vendor függetlenség. Ezeket majd a következő videóban szeretnénk némelyiket mélyebben, némelyiket csak felületesebben majd átbeszélni. Úgyhogy várunk benneteket vissza. Iratkozzatok fel, lájkoljatok minket. Sziasztok!